mikró lokátor, autó helyett harckocsi, farmer helyett katonai zubban. Az Európai Unió csúcsvezetői átállítanák a földrész gyárait hadigazdaságra, és felkészítenék a háborúra. Közben több nyugati szövetséges állam a sorkatonaság bevezetésén gondolkodik. Dániában a nőknek is kötelező lesz a katonai szolgálat. A német oktatási miniszter pedig felszólította a tanárokat, hogy készítsék fel a diákokat a háborúra. Vajon Sár Michel és Ursula von der Leyen tudja, mit jelent átállni a hadigazdaságra? És az, hogy mi történik az európai fiatalokkal, ha totális háborús pszichózis kíséri a felnőtt A kérdésre három választ adhatunk. Egy, felelőtlenül nyilatkoznak, kettő komolyan gondolják, és háború lesz, vagy három, mindez csak egy indok a teljes centralizáció megteremtéséért, és valójában a nemzeti szuverenitás felszámolásáért teszik mindezt. A specialistát látjátok, én Bukics Ferenc Alezeres vagyok, ebben a videóban arról fogunk beszélni, hogyan alakíton át minden a életünket a hadigazdaság bevezetése, és hogyan is néz ki egy atríciós háború. Először beszéljünk arról, hogy mit jelent egészen pontosan az, hogy hadigazdaságra áll át egy ekkora blokk, mint az Európai Unió. És ez mit jelent az európai lakosság számára? Ugye azért érdekes, amit az európai csúcsvezetők mondtak, mert a hadigazdaság ez egy nagyon kényszeres állapotot hoz létre. Igazából felszámoljuk a szabad piacot, és a kapitalizmusnak egy nagyon korlátozott formája tud csak működőképes lenni, amelyik a minden mindennapi életünket teljes mértékben átalakítja. Ez azt jelenti, hogy egy nagyon erőteljes centralizáció, jön létre, és a centralizáció következtében pedig teljes egészében uralni próbálják az összes gazdasági folyamatot. A hadigazdaságnak a következménye hosszú távon azt jelenti, hogy a következő nemzedékeknek majd egyszer ennek meg kell fizetni az árát. Csak egy egyszerű példát mondja. Nagy-Britannia a második világháborúban felvett hiteleit végül 2006-ban tudta véglegesen törleszteni. Mik a következmények és mi történik közben? Kénytelenek leszünk egy idő után Hiteleket felvenni kénytelenek leszünk korlátozni a munkaerőnek a szabadáramlását. Bizonyos stratégiai fontosságú nyersanyagokat, iparágakat, gyárakat állami tulajdonba kell majd venni, és meg kell határozni az anyagoknak az újraelosztását. Valószínűleg korlátozni fogják az egyéni szabadságjogokat, a különböző tiltakozási lehetőségeket. És ha ha tovább nézzük a, a gazdasági ö, eseményeket, nagy valószínűséggel megpróbálják az embereknek a megtakarításait valamilyen úton, módon megszerezni, vagy elinflálni, tehát az infláció valószínűleg fel fog pörögni, nagyon sokszor hiány, alakul ki különböző típusú dolgokból ennek a következménye. Akár jegyrendszernek a bevezetése is lehet. Amikor átalakítunk egy termelést, vagy az minden a életet a hadigazdaságra, akkor csak a legfontosabb dolgokat adjuk oda. Legyen mit tenni, körülbelül, ha felkapcsoljuk a villanyt, az valamilyen szinten működjön, és a ivóvízre legyen lehetőségünk, és akkor minden egyéb más tartalmat, amit eddig szolgáltatásokba fordítottunk bele, azt át kellene tudni helyezni. A, a termelési szektorba. Mielőtt folytatnánk a témát, köszönetet kell mondanom nektek. Lassan fél éve, hogy a Patriótán elindítottuk a Specialista című műsort. Nagy utat jártunk be, több milliós nézettség van mögöttünk, sok ezer feliratkozó. Ezt nagyon szépen szeretném megköszönni nektek. Azonban van egy kérésem is. Azt látjuk, hogy még mindig nagyon sokan úgy nézitek a videóimat, hogy nem vagytok feliratkozva. Ez azért probléma, mert lehet, hogy most látod ezt a videót, de előfordulhat, hogy többé nem találkozunk. Az algoritmus nem dobja majd fel az új videókat. Ezért, ha szeretnél velem a jövőben is találkozni, és olyan videókat nézni, amilyen nincs sehol máshol a magyar interneten, akkor kérlek, hogy iratkozz fel. A videóim terjedését segíted azzal is, ha kommentelsz, ha lájkolod a videót, vagy megosztod. Köszönjük szépen! Charles Michel. És Ursula von der Leyen azt nyilatkozta, hogy nekünk itt a hadigazdaságra kellene átállni az egész Európai Unióban. Akkor ők ezt tényleg komolyan gondolják, tehát tényleg azt gondolod te is, hogy ott áll Európa a háború szélén, hogy nekünk már muszáj erre készülni, vagy pedig egyszerűen csak egy előre gondolkodás ez mondjuk az ő részükről. Abban a szempontból indokolt, hogy az Egyesült Államok úgy tűnik, hogy egyre kevésbé próbál nagy energiákat fordítani Európának a védelmére, és ez tény és való, Európának meg kell tanulni a saját maga biztonságáról gondoskodni. Azonban ez egy összetett folyamat ebben a diplomáciának, a gazdasági ráhatásoknak, és természetesen a katonai erő felmutatásának is van szerepe. Ha azonban azt csináljuk, hogy a nincs gazdasági ráhatás, diplomáciát nem folytatunk, és csak egyedül a katonai eszközöknek a felhasználásával próbálunk biztonságot teremteni, akkor nagy valószínűséggel rossz úton járunk. Ráadásul arra is oda kell tudni figyelni, hogy milyen típusú háborúra próbálunk felkészülni, és próbáljuk ezt működtetni. Általában az államok békeidős gazdaságokkal mennek bele a háborúba. Sokszor előfordul, hogy érzik, már tudják, hogy bekövetkezhet az adott konfliktus, és megindítják az átállásnak a folyamatát, de Öntő részében ezt majd valamikor a háború közepén vagy a végén tudják majd befejezni. Látható példa akár a II. világháborúban. A náci hadigépezet a végén a legkeményebb gyártási számokat 1944-ben érte el. És nagyon ö, érdekes kérdés az is, hogy a lakosságnak mekkora a tűrőképessége. Tehát, hogy vajon hogyan reagálja le ezt mondjuk egy európai átlaglakos, mennyire hajlandó lemondani azokról a szociális ellátó rendszerben megkapott előnyöktől, amit eddig kapott, azért cserébe, hogy a biztonságot megkapassa. Tehát az biztos, hogy föl kell építeni egy új biztonsági struktúrát, csak a hadi gazdálkodásra építve, és csak egy háborús katonai felkészülésre építve ezt nem nagyon fogunk biztonságot fölépíteni, de miután azt látjuk, hogy az ukrán háborúban egy atriciós háború zajlik, egy felörlő jellegű háború, akkor annak a követelményeinek kellene tudni megfelelni, és itt nagyon fontos tisztázni, hogy nagyon nagy a különbség a háború megvívásával a kapcsolatban a nyugati elképzelések és például az orosz elképzelések között. A nyugatiak egy korszerű, modern, manőverező háborúban, gyors lefolyású, manőverező háborúban gondolkodnak, ahol professzionálisan képzett csapatok, eszközök, nagyértékű, nagypontosságú fegyverek harcolnak, míg a másik oldalon egy hagyományos háborús elképzelésen alapuló elgondolást visznek végig, és itt van egy óriási különbség ahhoz, hogy manőverező háborút lehessen vívni, professzionálisan felkészített katonákra több év, professzionálisan felkészített altisztekre kétszerese, felkészített tisztekre és törzstisztekre van szükség, hiszen elképesztő struktúrákat kell tudni összehangolni annak érdekében, hogy az jól, gördülékenyen tudjon működni. Viszont akkor, amikor szembe találkozunk egy anyagháborúval, akkor kiderül, hogy ha Erőket összpontosítunk, és a túloldalon hatalmas mennyiségű harcanyag van felhalmozva, akkor ezeket a felkészített katonákat, harceszközöket elveszíthetjük, és ráadásul a gazdaságunkat nagyon megterheli az, hogy a végén az ár-érték arányban kellett volna tudnunk gondolkodni, és egy hosszú távú háború megvívásánál az a kérdés, hogy a legalacsonyabban felkészített ö, alakulatoknak a kiképzési szintje legyen minél magasabb, hogy azoknak a felszerelése legyen minél magasabb, és ö, az ár-érték arány azt mutatja, hogy nagyon drágák az új modern Fegyverek, és nem biztos, hogy megérik azt a befektetést. Ráadásul nagyon sok időbe kerül ezekre az eszközökre felkészíteni a katonákat, még egy könnyebben kezelhető fegyvert ö, tömeggyártásban oda lehet adni az újoncoknak. Sokkal könnyebben megtanulják, sokkal hamarabb fel lehet rá készíteni. Emiatt a mozgósítási rendszer az gyorsabban tud működni. És az egyik a nyugati típus, ez a nagyon modern, nagyon professzionális, a másik pedig ez a tömeghadseregnek az elképzelése az egyiknek az oldalán ott áll a mozgósításnak a Megesítése, annak a viszonylagos gyorsasága, és azt lehet mondani, hogy a legtöbb hadsereg különben kettő között félúton van, tehát vannak professzionális csapatok, és vannak kevésbé felkészített erők. Uh, Ukrajnában is láthatjuk ezt mind a két uh, részről. Az atriciós háborúnak az a lényege, hogy nem az a kérdés, hogy én manőverekkel mekkora nagy területet foglalok el. Ugye ez a ukrán háborúban láthattuk sokszor, hogy a fősodatú média a nyugati elképzelés szerint uh -huh. akarta értékelni a háborút, de ők egy uh, hagyományos elképzelés szerint működtek. Klauser is, is elmondja, uh -huh. hogy ugye háromféleképpen lehet háborút nyerni, és ebből az egyik az, hogy az ellenségnek az a haderejét kell tudni elpusztítani, illetve vannak az újra regeneráló képes kell tudni megakadályozni. És akkor itt a kérdés, hogy az attriciós háborúban a legfontosabb a saját erők megóvása. Arra, hogy én a lehető leghosszabb ideig a saját csapataimat meg tudjam őrizni, és közben pedig, ha kell, feladok területeket is, annak érdekében mindegy, hogy mi a politikai következmény, mert nem ez számít, hanem az számít, hogy utána milyen eredményre fog mindez vezetni, hogy mondjuk az ellenfelem nagyértékű, jól felkészített csapatokat, nagyértékű harceszközökkel feláldoz bizonyos területeknek a megnyerésére, ami amúgy a háborúnak a hosszantartó folyamatában majd a végén hiányozni fognak. És a tapasztalatok is, a felkészítés, a katonai tudás is hiányozni fog, mert hogyha egyre kevesebb katonai tudással érkező embereket sorozunk be és rakunk be a rendszerbe, annál nagyobbak lesznek a veszteségek. Az oroszok figyeltek például arra, hogy megtartsák, tehát az a saját erőknek a megóvása az működőképes, tudjon lenni, amennyire csak sikerült megoldották, és közben pedig arra törekedtek, hogy az ellenségnek, a túloldalon lévő ukránoknak az utánpótlását, a erőknek a regenerálódását meg tudják akadályozni. Ez nem egy egyszerű feladat a számukra, hiszen elképesztő mennyiségű támogatás érkezik a nyugati országokból, és azok szinte folyamatosan érkeznek. Ami viszont nem érkezik, olyan mennyiségben, mint amire szükség volna, az pedig az emberanyagnak a bótlása. Tehát hosszú távon azt kell mondanunk, hogy az oroszoknak az elképzelése inkább helytálló. Nem csak mi mondjuk ezt és azért jó, hogyha az ember, amikor ezeket megfogalmaztuk, ugye a harcászati alapelveket nagyjából ismerve, az ember próbálta másfél-két évvel ezelőtt is elmondani, hogy kicsit rosszul értékeljük azokat a harcéri történéseket, amelyek ott zajlanak. Alapvetően a gazdaságok nyerik meg a háborút. Helyszínen lehet harcászati, hadműleti sikereket elérni egy ideig, de döntő részében az a nagy kérdés, hogy mennyire sikerült átállítani hadigazdaságra azt az adott országot, mennyit hajlandóak az ott lakók elviselni annak érdekében, hogy minden erejüket egy háborúnak a megnyerése érdekében mozgósítsák. Nem az a kérdés, hogy mennyi a nominális GDP, vagy a vásárlőrőparitáson alapuló GDP hogy áll, hanem az a kérdés, hogy mekkora ipari kapacitást tudnak megmozdítani, Aha. ez mennyi nyersanyag és mennyi energia van. És ha ehhez még társul valamennyi mérnöki tudás és megfelelő mennyiségű besorozható tartalékos, akkor ez megoldhatóvá válik. Maradjunk egy picit még a GDP-nél. Oroszország már két éve háborúban áll, és alatt a két év alatt felpörgették a gazdaságot, a hadigazdaságot, amely már elérte a GDP 6%-át. Na NATO-nál azt látjuk, a nyugati partnereknél, hogy két százalékot sem nagyon éri el, még ha összességében vesszük, bár mindenki mostanában folyamatosan fejleszt és próbál belepakolni, de valószínűleg még csak most kezdik felfuttatni, tehát az a két év, mennyivel az oroszok előbbre vannak, az jelentős különbség. Ha most Európa mondjuk átáll hadigazdaságra, akkor ez meg fog jelenni akár a GDP arányos emelkedésben is, tehát mit ér Oroszországgal szemben ez? Az oroszoknak a, az, hogy nagyobb százalékkal növekedtek, mint az európai országok. És úgy tűnik az előrejelzések kapcsán, hogy a következő évben is ugyanez fog történni. Ugye arra a gazdasági szakértők azt mondják, jó, jó, de ez egy túlfűtött gazdaság, ennek majd meg lesz a bőtje, mert olyan pénzeket és eszközöket költenek el, illetve infrastruktúrába, meg fejlesztésekbe bizonyos típusú beruházásokban nem fektetnek be, amelyek a végén majd meg fogják magukat bosszulni, és Oroszország hirtelen kerülhet egy mély recesszióba. Ugyanez a másik oldalon is fönnállhat. Tehát amikor a egészségügybe, az oktatásba, a szociális szolgáltatásokban nem fektetünk be, amikor az infrastruktúrát nem építjük tovább, nem javítjuk ki a hibákat, akkor az mindig azt jelenti, hogy négy-öt év el nem végzett munkája, az óriási problémákat okoz később, mert felhalmozódnak a hibák, felhalmozódnak a kátyuk, a, a, betegemberek, beteg emberek, kiderül, hogy a döntő részében esetleg megváltozik a lakosságnak a körzézete, vagy az, vagy az egészségi állapot, ez mind tovább tudja rontani mondjuk egy adott társadalomnak a teljesítő Egyszer a zöld program, egyszerre leválunk a orosz energiáról, és közben pedig egy ideológiai struktúraváltás is zajlik, hogy ez mind egyszerre mellette egy hadigazdaságra történő átállással, Elképesztő mértékben meg fogja majd terhelni az európai társadalmat. Tehát, hogyha ott túlfűtöttség jön létre, akkor vajon mi történik itt is? Itt van egy nagy kérdés, hogy valójában tényleg akarják-e a hadigazdálkodásra való áttérést? Vagy ez csak egy hangzatos szöveg? Tehát az első lehetőségünk az, hogy ahogy szokták, Nagyot mondanak, amiről lehet, hogy nem tudják, hogy mi az, vagy pedig ö, egyszerűen csak el, el akarják ültetni az emberekben a félelmet, annak érdekében, hogy a, a későbbiekben ö, ö, meghozott döntéseiket valahogyan alátámasztják. A másik lehetőség az, hogy tényleg igazat mondanak, és tényleg egy háborúra akarnak felkészülni. Ugye? És azt mondják, hogy ha békét akarunk, akkor készüljünk fel a háborúra. De az látszik, ez elhangzott mondani valókból, akár a tanács elnökének a mondani valójából, akár Ursula von der Leyennek a mondani valójából, hogy hát szeretnék felgyorsítani. Hogy minél hamarabb bizonyos cégek megkaphassanak pénzeket, gyorsított eljárással, hogy új hitelezési gyakorlat induljon el, ami teljesen független az eddigiektől, hogy a lakossági megtakarításokat is fel lehessen használni a, a bővítésnek a végrajás. A harmadik az, hogy mindez csak egy indok. A biztonsági helyzettel való érzgetés, egy indok, eddig a zöld programmal nem sikerült egységesíteni ezt centralizálni ezt az Európát. De jött egy új. Problémakör, amivel még inkább a közös biztonság, a közös védelembe való befektetésre való kényszerhelyzet, ami sokkal erőteljesebb kényszerhelyzet, mint az, hogy mindenki fogadja el a zöld programokat. Uh -huh. Vagyis, hogy mi történhet, hogy valójában a hadigazdálkodásra történő átállás az elősegíti azt a centralizációt, az Európai Egyesült Államoknak a minél gyorsabb kialakulását, amire Brüsszel olyan régóta vágyott. És ez mit jelent? Az, hogy súlyosan korlátozni fogják majd a különböző tagállamoknak az előjogait, és a úgynevezett szuverenitás pártiak egyfajta kriminalizált állapotba kerülnek, mert egy háborús helyzete történő felkészülésnél azt is jelenti, hogy a szabályok, a korábbi jogszabályok és egyebek felkeményednek, sokkal keményebben fognak lereagálni majd ellenállásokat, mint ahogyan az korábban Megcselekedték. És mi történik ekkor? A politikai és a gazdasági ellenfelek is eltávolításra kerülnek. Ezt Ukrajnában jól láthattuk, hogy amikor ott elkezdték a háborús gazdálkodásra történő teljes átállást, annak az lett a vége, egy nagyon sok vállalkozó, vállalatvezető panaszkodott azzal kapcsolatban, hogy ennek nem gazdasági logikai okai voltak, hanem egyszerűen. Sok helyütt politikai ellenfeleket távolítottak el, vagy pedig olyan gazdasági ellenfeleket, akik esetleg az adott piacon versenytársak voltak, és felszámolták őket különböző típusú biztonsági aggályokkal. De hogyan látod a társadalom fel van készülve arra Európában, hogy akkor ennek komoly társadalmi hatása lesz? Fel van-e Európa és a fiatalság fel van-e készülve arra, hogy lehető hogy frontvonalakkal néznek majd szembe? Hát még nincs felkészülve. Viszont minden csak idő kérdésed. Ukrajnában is, meg Oroszországban is láthattuk. Hogy a közvéleményt hogyan lehetett átalakítani. Tehát, ha valaki 90-es évek elején járt Ukrajnába vagy Oroszországba, akkor amikor ukrán-orosz viszonylatról beszéltek, az egy testvéri kapcsolatról szólt, mindenki rokon a mindenkinek, összeházasodnak egymással, nagyon jó a, nagyon, nagyon nagy a barátság. Én találkoztam emberekkel, akik amikor föltettük ezeket a kérdéseket, ugye hát itt azért itt a Donbass kérdése nem biztos, hogy rendezve van, mi fog történni a krimmel meg az egyebe együttműködés lesz, nagyon, nagyon nagy a barátság, mi rokonok vagyunk, ez, ez nem. Nem történhet meg, ez nem következhet be. És akkor láthattuk, hogy azóta erőteljesen megváltozott ez a helyzet. Mi mindannyian annak szurkolunk, hogy a végén egy európai egy kicsit mégiscsak magára találjon. Egyértelmű, hogy biztonsági fenyegetésekkel néz szembe a keleti határon. Az egy nagyon nagy kérdés, hogy mondjuk Oroszországnak vannak-e olyan erőforrásai, amelyik arról szólna, hogy esetleg európai országokat tovább támadjon meg. Ezt én amúgy nem tartom valószínűnek, az viszont tény, hogy az elmúlt időszaknak a a problémái miatt továbbra is biztonsági fenyegetés jelent majd Oroszország és Európának ehhez a helyzethez alkalmazkodni kell, de továbbra is azt tartom, hogy a, a biztonsági struktúrát azt a diplomáciával, a gazdasági háttérnel, az együttműködéssel, illetve a katonai elrettentéssel lehet egységesen megvalósítani és hogyha csak az egyikre építünk, akkor problémákba fogunk majd ütközni. Szent Györgyi Albert szerint a békéhez nem bombák kellenek, hanem jó akarat és emberi együttérzés. A legfontosabb kérdés azonban az, hogy mit is fogunk megtanítani a gyermekeinknek arról, hogy hogyan is kell a problémáinkat rendezni egymással. Ráadásul most kell példát mutatni. A gyerekek nem várnak a felnövéssel csak azért, mert a szüleik mással vannak elfoglalva. A bizonytalanoknak pedig mondjuk el, hogy a béke megteremtése Néha jóval több intelligenciát és bátorságot követel, mint egy háború megnyilásra.